Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! A Dornél Béla Múzeum dolgozói nevében köszöntöm Önöket, Agúcs József fotóművész, 25 évvel a Berlini fal lebontás után című fotókiállításának megnyitóján. Külön tisztelettel köszöntöm Székely dr. Strébi Melinda polgármesterasszonyt, országgyűlési képviselőt, Szamódi Zsolt Olaf fotóművészt, a Magyar Fotóművész Szövetség elnökét, és nem utolsó sorban Agócs József fotóművészt, aki a mai kiállításnak az anyagát készítette. És meg ne feledkezzek természetesen az előbbi zenészekről. Három különböző salgótarjáni középiskola diákját hallottuk. Felkérem a polgármester asszonyt, hogy tartsa meg köszöntőbeszédét. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon nehéz meghatottság nélkül ezután a zene után megszólalni, annál is inkább, mert itt a teremben nagyon sok olyan van, aki nem is élt még akkor, amikor ez a zene szólt, nem élt akkor, amikor a falat fölhúzták, és nem élt azokban az években, amikor ezt a szimbolikus jelentést mi ott hordoztuk a szívünkben, a lelkünkben. És bizony vannak itt olyanok is, akik akkor sem éltek, amikor ez a fal leomlott, és végre úgy éreztük itt Közép-Kelet-Európában, hogy ez a szimbólum, ennek a szimbólumnak a leomlásával mi mindannyian felszabadultunk. Tehát egy nagyon fontos állomása az életünknek, és nagyon fontos lelki világunknak is nagyon fontos, akár a Pink Floyd zenéje, akár magának a falnak a szimbóluma. Hogy valóban a megosztottság, a szétszakítottságnak a szimbólumát éreztük, és hát itt ennek a térségnek talán nem nagyon kellett magyarázni, hogy mit jelent a berliniek számára, mit jelent a németek számára a fal, amikor is családok szakadtak szét egyik pillanatról a másikra, hiszen egy utca mentén felépült a fal, és az utca másik oldalán lévők adott esetben már egy másik helyre kerültek. Azért nem kellett itt magyarázni különösebben ezt, hiszen a trianoni döntés értelmében ebben a térségben, itt a Felvidéken is ugyanez történt. Szétszakítottak családokat, egyik pillanatról a másikra a nagyszülők itthon maradtak, a fiatalok mondjuk átkerültek Csehszlovákiába. Tehát ezt úgy gondolom, hogy mi itt a Felvidéken sokkal erőteljesebben éltük meg lelkileg is, mert megértettük azokat az embereket, megértettük azokat a családokat, megértettük őket, hogy miért akarnak elmenekülni abból a rettenetes rezsimből, miért akarnak elmenekülni abból a kényszerhelyzetből, és megértettük azt, hogy mit jelent számukra a fal. Annak meg különösen örülök, hogy ezt az évfordulót úgy ünnepelhetjük meg, hogy a salgótarjáni fotóművésznek a kiállításával emlékezünk vissza erre az időszakra, és az meg talán még inkább fokozza ezt az örömöt, hogy az ő megkeresésére tudjuk ezt a kiállítást bemutatni, hiszen 2013. január óta, mióta önkormányzatunk átvette a múzeum fenntartását és működtetését, mi úgy gondolkodunk ebben a múzeumban, mint egy interaktív világban, és az interaktivitásnak én úgy érzem, hogy vagy interaktivitásba az is beletartozik, hogy nem mi határozzuk meg felülről mindig minden pontjában, hogy mi is az a kiállítás, mi is az a program, amely itt megfogalmazódik, hanem nagyon erőteljesen építünk a civil szervezetek megkeresésére, építünk a salgótarjániak ötleteire, javaslataira megkeresésére. Egy újfajta világot szeretnénk építeni és kinyitni a városlakók számára a múzeumban, és ezáltal így is megnyitni, így is kinyitni a múzeumot a városlakók számára. Én nagyon köszönöm a múzeum vezetésének, hogy ezt a nyitottságot, ezt a hatalmasra tárt kaput ilyen formában is meg tudja teremteni, és nagyon köszönöm Agócs József
UNICEF-nek, hogy ilyen lokálpatrióta, hogy felajánlja az alkotásait a Salgótarjáni Múzeum számára kiállítandó alkotásokként. Én úgy gondolom, hogy főleg a fiatal generáció nagyon sokat tanulhat is ezekből a képekből. Mi pedig, akik jártunk ott a fal egyik vagy másik oldalán, vagy mindkét oldalán, vagy részesei voltunk annak az időszaknak, amikor leomlott ez a fal, én azt gondolom, hogy egy fontos lelki tényezőt mutatnak be, azoknak pedig, akik a művész szemével nézik, újra csak egy léleképítő programot jelentenek, hiszen nem csak a dokumentatív hitelesség, a dokumentáció az érdekesebben, hanem az a szem, a művésznek a szeme, ahogyan úgy láttatja meg a tárgyi valóságot, a tárgyi világot, ahogy lehet, hogy az átlag néző, az átlag ember nem látja. Tehát egy másik szemet, egy másik perspektívát nyit számunkra Agócs József ezekkel a képekkel, úgyhogy én nagy tisztelettel ajánlom mindenki figyelmébe, a salgótarjáni fiataloknak pedig külön köszönöm ezt az élményt. Köszönjük szépen! Felkérem Szamódi Zsolt Olafot, hogy nyissa meg a kiállítást. Jóskával beszéltünk erről épp a megnyitó előtt, hogy én véletlenül pont Németországban voltam a berlini fal leomlásakor, vagy megnyitásakor, méghozzá úgy, hogy az is egy nagyon érdekes dolog, hogy Magyarország segítette elő a német állampolgároknak a nyugatiakkal való találkozást. Ezért volt népszerű a Balaton, mert a kelet-német és nyugat-német polgárok jöttek a Balatonra nyaralni, és a családok itt találkozhattak egymással, akár 2 kilométerre laktak egymástól, de nem találkozhattak, csak ha elutaztak Magyarországra. És már amikor ez az előző szocialista rendszer roskadozott és omladozott, a kelet-német polgárok jöttek Magyarországra, és Budapesten a Zugligeti templomnál a Kozma Imre atya segítségével gyülekeztek és várták, hogy kijutassanak a határon. Ez egy olyan hihetetlen élmény volt, történelmi szituáció volt, ami én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy az előző bezárt időszakban is éltünk, ez egy nagyon, nagyon komoly maradandó élményt jelentetett a számomra. Én itt befejezném a történelmi emlékezést, mert végül is a feladatom az inkább dr. Agócs József barátom kiállítás megnyitása, de én azt gondolom, hogy a történelmi előzmények és az érintettség felvázolása nélkül erről nem tudok, és egyáltalán nem tudok érzelmentesen beszélni, és én nagyon örülök, hogy Agócs József barátom nekiállt ennek a feladatnak. Ő egy agrárgépészmérnökként érte le a aktív életkorát, és most már nyugdíjasként, én ahogy látom, az energiája nagy részét a fotográfiára szenteli, és ennek nagyon örülök. Tagja a Magyar Fotoművészek Szövetségének, ami talán egy elismerést is jelent egy fotográfus számára. Egyébként azt megjegyezném, hogy Salgótarjánban 3 tagunk van, ugye Herbst Rudolf, Homogal József és dr. Agócs József. Nagyon komoly munkát végeznek mindannyian. Jóska életművére, munkásságára az jellemző, hogy tematikusan kiválaszt területeket, és azt módszeresen, talán a mérnöki mi voltából adódóan, módszeresen, rendszeresen feldolgozza, és számára a tartalmi jelentés és a képi megfogalmazás az összhangban van. Mi úgy ismerkedtünk meg, hogy én megkértem, hogy segítsen, hogy a salgótarjáni öblösüveggyárban fényképezhessek, és ezt így indult a barátságunk néhány évvel ezelőtt, azóta hát már több témában működtünk együtt és gondolkozunk. Én nagyon örülök, hogy ezt a témát is felvállalta és feldolgozta, hiszen ez egy olyan történelmi emlék, amit mindenkinek tudnia kell és mindenkinek ismernie kell. Mert ahogy említettem az elején is, a határok nem léteznek, azt csak mi találjuk ki. Egyes erőszakos, diktatórikus rendszereknek az érdeke, hogy határokat húzhasson, hogy határok közé szoríthassa az
ő általa uralt közösségeket, országokat, de valójában nincsenek határok, és nagyon jó nekünk, hogy most az Európai Unió polgáraiként úgy élhetünk, hogy ahogy most át lehet menni Fülekre például innen is, ez azért pár évtized ezelőtt nem nagyon fordulhatott elő, és ha az embernél volt véletlenül egy tornacipő, akkor megbüntették. Igen, érdekes módon nem innen vittük a tornacipőt oda, hanem onnan ide. Tehát visszatérve Jóska képanyagára, ez biztos, hogy az ő életművének egy jelentős szeleteként egy maradandó képanyag lesz, és én azt gondolom, hogy az a következetes munka, hogy ő végig fölépíti ezeket a képanyagait, ugyanúgy, hogy az üveggyártást is feldolgozza, és hasonló témákat, ez egy nagyon fontos és komoly fotográfiai életművet hoz létre, és remélem, hogy még ezt sokáig tudja végezni, és kívánok neki ehhez jó egészséget, és ezennel megnyitnám a kiállítást, és kérem, tekintsék meg!